Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 8-án. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt mutatja itt ez a kártya. Ez a varázsló varázsatos. Ez most az ő kisugárzása. És biztos abban, hogy minden jóra fordul. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei, ezt mutatja itt ez a kártya. A négyes szám arra utal, hogy neki fontos a biztonság érzete. Ő valamit rendezni akar, és ez az érzelmekre vonatkozik, ez a párkapcsolatra vonatkozik, és ő kér titeket arra, hogy várjatok, amíg ő döntéseket hoz, és közöl veletek valamit. És pontosan erre utal ez a kártya is, mert ez a lepke szimbolizálja a szépséget, a könnyelműséget, de amíg így kialakul, mint egy lepke, ahhoz idő kell. És pontosan ez az az időszak, amire neki szüksége van, ő időt akar nyerni, amíg ő döntéseket hoz, amíg ő tisztázni tud valamit, de folynak az események, akkor is, ha ő ezt még nem közli. Jelen pillanatban, amire ez a kártya is utal, benne van egy ilyen időszakban, egy ilyen átmeneti időszakban, ahol ilyen megújulásokra kerül a sor. A napi kártya, itt ez a kutya mutatja a hűséget. Legyetek türelmesek, mert rendeződnek a dolgok, akkor is, ha ezt ti most nem látjátok, közeledik valami, és rövid időn belül tisztázódnak a dolgok. Ez a három kérdőjeles jóslás, ez egy ilyen általános jóslás volt, viszont megvan arra a lehetőség, hogy egy személyes jóslást kérjetek tőlem, egy ilyen videón keresztül, természetesen név nélkül, a díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!